Még a 4%, ezt nézzétek meg! Négyek, srácok! Áh, itt a más a helyzet, hely! Kétszer akkor a nyillás! Nem jön bőle semmi füste! 77 tisztjük úgy mér, mint az óra! Mit? Összetőd! Hogy a gyász megette azt a csapályat! Hú, pedig jó felügye lenne te! Ki nem esik ki a kereik? Ezt meg tud már csinálni itten, nem? Ki esik? Ahol vagyunk balba vele csak pályázással, te! Jaj, csapály, mondom, kijövök, megnézem, hogy milyen a földje, fiúk, mert ezeket a darabokat, amiket most tárcsázunk, be akarnánk vetni a mai nap folyamán zabbal. Aztán gondoltuk, hogy előtte akkor letárcsázzuk, hogy jobb munkára essen, mert a kombinátor az nem csinálná olyan jó munkára meg. De hát, mint látom, már a helyzet már nem olyan jó, mikor már kijövök, azt látom, össze van törve a csapály, megint. A franc egye meg, hogy nekünk ez a csapály nem válik be ennél a tárcsánál. Nem tudom, ezen a szíj is valami most nyekerek, meg kell nézni, hogy miért. Ide viszont nem megy bele, mert mindjárt itt maradok. Helybe. Lesz valahogy már a mai nap. Ott van egy darab repce, amelyik nem jó, azt is újra kell vetni, csak azt először szerintem kombinátorra fogom, meg nem is fogom tárcsázni, mert az egy olyan veres oldal, és félek, hogyha megtárcsázódik, akkor felkeveri azt a vereset. Csak az a helyzet, ma meg szombat van, és most már ilyenkor nem tudsz venni csapágyat hozzá, meg az abban hiába is veszünk bele új csapágyat, nem vérje, mert vele megy a piszok, valahogy meg kell azt a tengelyt csinálni ott, meg kell csináltassuk, mert ez így nem munka. Nagyon sűrűn összetörik benne a csapály így. A 71-10-el vagyunk, amúgy akartam most egy fasza vlogot, de amikor kijövök már, azt már ilyen defektek vannak, már az ember kedve egy kicsit egyből elmegy el. Már elsőre megvan tárcsázva, fiúk, így is fogom hagyni. Most átjék menni a túlsó oldalra, van ott az a másik darab, csak nem tudom, hogy fogok tudni átmenni ilyen kerékkel, hogy lehet, hogy ki fog esni. Akkor itt kell hagyni a tárcsát, most már belegyőződtem, mert hiába. Na ez ennek a típus betegsége, ennek a tárcsának ez a kerék, a csapágy. Én nem tudok mit csinálni vele. Na az a lényeg, hogy ez ugye most zabalá lesz készítve, most le lett tárcsázva egyszer, azért, hogy a kombinátor ne törjön össze, mert teteje száraz volt. És akkor most fogok jönni majd a kombinátorral, meg fogom kombinátorozni szépen, és akkor utána vessük befele zabbal. Erről fogtok itt most egy összefoglaló videót látni. Nyomatom itt C-n eBay-t, most már végeztem. És akkor ez a darab itt ilyen, mi ittek, mert milyen jól locsolja a fejügyet. Nincs értelme, többször tárcsázzam, csak azért csináltuk meg most egyszer, hogy könnyebben dolgozom benne a kombinátor, jobb munkát tudjon csinálni. És ezért tárcsáztuk volna le előre. Hát ha kibírja, jó lesz a tárcsakerék, ha kiesik, akkor meg cumi van, mert eléggé imbatag. Oda fogok átmenni abba a sarokba. Azt meglássuk utána, hogyan tovább. Ha meg nem bírja ki, akkor tényleg leakasztom. Nem tudom, levesszük róla az erőhengert. A tárcsát meg itt hagyjuk, ha más megoldást most nem tudok jobbat. Na! Készen van! Ezt majd kombinátorra még meglövetem. Száraz a tetején nagyon. Jaj, ez a kerék is, ez jaj, dikasztán, de...
Csipkéig átmenni valahogy. Na de ha itt kibírja. Kicsit leengedem, mert ez nem a mi földünk. De már úgy is itt hagyta az illetőit alul, mert neki is lágynak mutatkozott. Na hát, aki bírja, az a kereik. Na, nem, akkor tévedtünk. Ezt akarnám itten még, mert ez itt ilyen nagyon, nagyon rossz lenne kombinátorozni, de most már a kisesség is megcsinálom, mert felemelem a kereket. Nos, el lenne az. De száraz fiúk itten a kombinátor szerte széltörne benne, ezért kell letárcsázom, mert legalább egyszer, hogy keverjem meg a tetejét, mert nagyon-nagyon rossz. Le van száradom, mint a veszett élet. Úgyhogy most szépen megtárcsázom egyszer. Hát nézzétek milyen, olyan mint a csont. Kiszállok, megmutatom milyen. Majd lássátok. Ebben a kombinátor beletenném. De itt mondjuk itt az autóban beres még elég jó, a fejében nagyon rossz. Egyszer megfelcsázódik, akkor jó lesz. Meg utána még megkombinátorozódik, vagy kétszer. Még jó nem lesz. Azt akkor lehet vetni be. Jobb lesz így, mert lesz jobban magágya az abnak. Ha így megfelcsázódik, én szerintem. Itt nagyon rosszabb még. Na, meg mindegy, ha bele is menni a kombinátor, hanem én így láttam jobbnak. Hogy először tárcsázzuk meg, mert... Na jó. Tegnap kiment Csabi valahova kombinátorozni egy kicsit, de azt mondta, hogy nem ment jól. Hamar ki van száradó a földember, ahhoz képest, hogy március második, ahol ahhoz képest nagyon hamar ki van már száradva. Mint a csont, pedig most volt eső, azért elég sok az őszön. Volt annyi eső. Ahogy elbérez a föld annyi eső. Csináltam ugye egy fogást magamnak. A végét felhúztam, mert itt szintén zenész nagyon rossz volt. Így fordulok ide magam mellé. Na, hát ezt csinálgassuk. Szabnak a maga ágyat. Mindjárt tárcsakerék nélkül. Na, srácok, végeztem az egész táblával. Ilyen lett a végeredmény. Mind láthassátok. Mostan pedig megyek. Nem tudom még azt a repcetáblát, megnézem ott mindjárt, hogy mit kéne valahol kezdeni, legalátom még. De ez itt szerintem jó lett.
meg csak, hogy itt ez a receptábla, ahol szerintem nem érdemes ezt a tárcsát adni, szerintem belemegy a kombinátor is. Félek ezt a veres odat, megköveltetem a tárcsával. Azt olyan lesz, mint a pulicka. Na nézzük meg csak. Jó, ezt nem kell tárcsázni. Ez mikor így belemegy a cipő, így. Ezt megkombinátorozom, meg a többit, ami le van tárcsázva. És utána vetessük bele az egész zabocskánkat. És akkor kész is van az abvetés. Egyenlőre, amit vetünk. Ezt nem kell tárcsázni. Hadd tudsz fele menni. Hát... Mert ott le tudod engedni a mi fejünkbe is. Engedd le ott, hogy átjöttem mellette is. Na jó, akkor meg itt a határom. 77-10 úgy mér, mint az óra. Na, majd jelentkezünk, hogyha update van. Megyünk hazafele mostan. Imádkozzatok, bírjak a tárcsakereit. Ez egy rendtő van, fiúk. Hazaérkeztem, ugyebár. HS-nek kerék kibírta, nem esett ki tőlem. Úgyhogy mai nap már nem is fogok menni vele. Vagy te már beengedtél a másik kamerával? Na mindegy, akkor az a lényeg, hogy most már akkor ebben vesszük fel. Felakasztott a Csabi közben a vetőgépet, mert kimentem a szomszédnak, kellett segíteni, mert annak meg kitölt egy csejük. Ő is tárcsázna, mert ő is akarják vetni az abot. És ja, defektbe volt, én meg már kiszaladtam a quaddal. Vittünk olajat, meg ami kellett. Miért tudom beengedni a másik kamerát? Na, tehát az a szereped mostan, hogy ki kell szedni belőle a szalmát, de keményen, tisztán. Kéne, csak seppőnöm sem érjük. A kiló Csabi többre tegyed, mint 150. Menjék belőle. Tudom én, hogy lesz jó. Meg lehet inkább rávetem a kicsit legjobb tűzi. Ha van 200 kiló. Azonban, hogyha felteszem maxra, akkor dugó úgy. Nem győzi, hogy holdnak itt a hátra, aki csiga. Én holdom bele vedélyre most. A másik fontos dolog, srácok, elmondom mindenkinek, ez már a körülbelül a hát 3 éves betőmag lehet. És nem betőmag, 3 évvel ezelőtt volt betőmag. Vagy 4. Ilyen zabunk van, mert nem kaptam még betőmag zabot, úgyhogy a mai nap ezt vessük. Akartunk venni rendes betőmagot, de nem kaptunk. Nem kaptunk sehol se, kérdezősök minden fele is, most muszáj ezt elvetni, mert... Van, hogy itt neked beszélj, én hordom belefele, meg fedjük belőle a pikpokat. Van is ebbe. Úgyhogy most megtönkoljuk itt hol. A többit meg majd visszük kifele, a, kivisszük a, vagy a quaddal a futóval, felszedjük. Vagy valamivel kiviszem még Csabinak a maradékot, amit kell. Mert a mai nap, amit vetünk, az olyan 7,5 hektár körül lehet. Ennyit vetünk ma. Lehet, hogyha kapunk vetőmagot még, akkor fogunk vetni zabot rendes vetőmagból. De ha nem, akkor sajnos ez van. Hiába telefonáltam minden fele, sehol nem tanáltunk rendes vetőmag zabot. Mindig a szalmát nem kell vigyázni, a szalmát így bedugul. Az helyzet van benne bőven. Van benne, mert gombos fejükbe voltunk vetve tavaly, mert most is abban lesz, és hát nem több állítani pontosan. Ne is menjen ki meg. Mindegy, ez nem olyan, mint a repce. De az abból van őszi zab is? Van. Hogyne. Az interneten most láttam, hogy... Lehet, hogy ezt többet terem. Keresgéltem. Hogy van tavasz zab, meg őszi zab is. Azt nem is tudtam, hogy van őszi is. Mert nem látom olyan jónak ezt a magot. Van ebben már egy búza is. Itt láttam benne egy pár szem búzát. Na van benne búza is, te. Vagy tritikálé, vagy ki tudja mi az. De már olyan vegyes lesz, ezt többet nem lehet elvetni. Tényleg van benne búza, azon vegyes valami. Hogy ilyen ritka ez az app, hogy mikor hamar kéne, nem tudok venni vettői magot, te. Az interneten, amit tanáltam egy oldalt, ott volt, vagy
Több mint 10 fajta zab. Az mind el már fogyva, oda van írva. A tavasziak mind elfogytak már. Annyira veszik azt a zab betegmagot, hogy úgy elfogynak. Ebben már minden van hely. Na, olyan lesz, amilyen. Meglássuk majd legalább videóban, most mondom, hogy milyen magba út ez már. Majd mikor terem, milyen lesz. Lucernával is mi lesz élok kint? Hát, felében nincs semmi. Az se sikerült nekünk. Felében van? Ott lefele sok helyt nincs, ha kilátszik a főzőt. Már nem mentem bele, de úgy messzire úgy láttam. Na, hova te ütöd akkor? Elég. Mennyi ebből 200 kiló, mert ez már nem olyan zab. Rendes zabból kéne 150 kilót, ami eredeti vetőmag. Ebből lehet 200 kiló simán tenni már. Mert ez már nem olyan százas vetőmag. Na, közben felakasztottuk az utánfutót, fiúk, a quad után. Mert úgy döntöttünk, hogy ezt a pár zsákkal, ezt a 11 zsákkal ki tudjuk vinni az utánfutóval meg a quaddal. Körülbelül a 300 kiló, ennyit a quadnak simán el kell bírjon. Meg egyenesen megyek, nem megyek dombon, nem húzottom véle. Ugye most az gyorsan felrakjuk Csabival, és akkor megyünk vetni. Az öreg már közben elment a 33-50-nyivel kombinátorozni. Engedjük le a hátulját, nem kell a hátulját. Ne lőd, ne lőd, ugorjuk le kiük. Akkor biztos leesik a... Éj, az öreg megindult a 33-50-nel, fiúk! Nos! Ilyen a földje, amit láttasátok, a lapja elsőre elment a kombinátorral. Azt nézitek meg, gyors hármassal a puha földbe, te! És így is egy minimális eltérés, egy kis füstje, ha van. Füste. Ez már húzott a csomó fejtet is. Nézzétek meg, hogy megy a gép, te. Azaz. Na fiúk, hál' Istennek úgy néz ki, a gép megjavult, hogy mi történt velem be. Komoly szakemberek is írhatnak itt kommentben nyugodtan véleményt a gépről, mert ténylegesen azon kívül srácok, hogy levettük a pompát, elvitettük, megnézettetni, hogy van-e problémája vagy sem. Az ég egy ott a világon a pompán semmit nem csináltak az elmondásuk szerint. A pompát felraktuk, és hogy mi lett vele, mi sem, magától, az Isten ránézett, megjavult a gép. Porlasztók ki lettek cserélve, de amikor ki lettek cserélve a porlasztók, a videóban láttátok, mi akkor sem ment jól a 33-50, ugyanúgy füstölt, nem ment jól, vagy most állt volna be, vagy ugye cseréltünk rajta azt a dobot, hogy a dob most égett volna ki, az új dob, vagy hogy mi történt vele, fiú, vagy mi sem. Erre van a gépbe, úgy néz ki és megyen, magától megjavult, úgyhogy vessük elfele most már itt a zabot mindjárt, apét még lekombinátorozza, közben jön Csabi, szépen megcsináljuk a földjét, és akkor már jelentkezek néktek, hogyha már ott tartunk, hogy vetünk.
Na, elkezdtük a vetés, fő, csak a probléma már megint megvan, mert valami ír. Nem akar menni kifelé jól a mag. Eldugult most egy jelenleg egy csű is. És amit ki akarná menni, hogy dugítsa ki. Itt mi itt a jó bete? Itt le kéne esik a mag. Benne a csira hely. Nem az a baj, a többivel is csavé. Nem lemegy. Egy bütő jó fej. Nézzük meg már, hogy ez... Nem veszem már ki, mert nehéz visszatenni nagyon. Hú, van, ott van benne a csira. Ő, hát ez bele ez a baj. Mindjárt meglássuk, hogy csak dugulnak. Ő 400-ig van a kamera. Melyik a 400-ig? Ezt nézzétek meg! Nézzétek, srácok! Akármit állítok, itt van a... ez. Egyes beteszem, nem jó. Ha felteszem ide, akkor nem hordja, egyesbe nem megyen. A tavaly, nem tudom, a tavaly tudtam vetni, de az a baj, hogy ez hosszú zab. És a betegeidnek itt... vagy itt... nincs semmi. Ennyi nyaka van. Egy kicsi körömnyi. És a zab nem tud lemenni, tóra szorodik fel, csak nyomja felfele ki. Né. Á, várjatok, mutatom. Minden másodpercen dugul el. Mind végig. Ezt ha lejjebb zárom, akkor nem jön ki, már felnyitottuk egészen. Sehogy se jó. Felfele még jöttünk, Csabé, csak én dugítottam. De ahogy kidugítom, mert mondom, próbáljuk meg, hogy dugítom, mikor egy bedugul, akkor hamar kidugítom, hát ha megyek. De nem jöttünk. Tavaly is szarva, mert dugult egyszer. De nem ennyire te. Nem, hát jó, akkor sehogy 5-6-re lejöttem. Hát de most ez nem tud menni vele így. Mi lesz vele? Annyi hosszú az ab, hogy nem tudom vetni. Mert jó, meg is tankoltuk, na az a... Hívjuk fel csokit, nem vagy itt a szúrkunk. Nem tudok mit állítani vele most már. Nem tudjuk elhagyni végig. Az a baj ennek a tegénynek itt benne, srácok, itt. Pont annyi a hely, mint a kis úr. Ezt ha behajtod, nem tudom megmutatni. Nem tudom, de aki... Épp, hogy befér az ugrót. Akinek van ilyen reform szem, ahhoz tudja. Nem tudom, hogy vetitek fel az abot, vagy lehet, hogy gömbői zab, de ezt nem lehet. Na, a kamera le fog merülni. Majd jelentkezünk, ha majd jelentkezünk. Változik. Na, srácok, most felhoztuk a szúrkivetőgépet, megpróbáljuk ezzel levetni az abot. Megnézem már ennek a hátulját, hogy ezen kifolyik az ab. Á, itt a más a helyzet, hely. Kétszer akkor a nyillás. Ez a biztos, hogy folyik, hely. Kijött a belőle, ugye? Hé. Na, srácok, közben kiértünk már a területhez. Várjál. Felakasztott ezt a betőgépet, az volt a helyzet, hogy még volt benne. Az első betőgép? Mhm. Volt benne vetőim a búza. Benne maradt az őszi vetőim a búza, és azt még ki kellett engedjük úgy, hogy a keréken tekertük le. Érdekes, hogy... hogy van úgy megcsinálva te, hogy... Nem tudom, értem ebben a kommentben, hogy... Ahol nem lehet... Ez ebből a szulkikból... Hogy engeditek ki a búzát? Mi most úgy csináltuk, hogy komplet kinyitottunk mindent itt is, meg a... Ezen a szélén is felkomplekt, itt, egész fel 90-es. Fölé, és tekertük a kereket, a hajtókereket. Másképp nem. Most hozzuk bele az abot. Piszkáljuk ki meg a csomagot. Jó, van a... De a piszkod oda van tojó, van így, nem fogja vetni itt a szívünk így. Jó. Engedek egy kicsit lejje már, bemézek kicsit.
Jó! Úgy kellett majd 15-20 perc, mert letekertünk belőle a nézsák búzát, de letekertük. Benne az is, ilyen ide van. Itt, hey. Csak ilyet nagyja a lyukba bele. Úgyhogy a gazdája most javulján, még ki is takarítsuk neki. Másik az engedjem le, vigyázz. Engedem a tárcát. Miért? Én ezt ki innen, na jó. Minek van az neki? Hát mit tudom én. Úgy... Ilyet, ha van tárcájad, akkor ide alá tenni te? Nem tudom. Úgy értem a kommentben, akinek van szólkövetőgépje, hogy azt ti hogy engeditek ki belőle minden milyen magot, hogyha marad benne. Csináld csak a izéit. Ezt né. Nem állt jó. Úgyhogy most... Ez a délután ez nem úgy alakult, hogy eltervezték. Ez is... Ez is megint egy kemény zabvetés lesz itt. Gondoltuk, hogy ripot elvessük. Igen. Csak gondoltuk. Leengedem már a nyomjelzőket. Igazunk van, akik mondjuk írják, hogy nincs vetőgép, meg így, de nincs egy bű, nincs. Igen, egy bű, ha nincs, nincs. Nem mondjuk, hogy nincs. Nem úgy megy ez, ahogy sokan elgondoljátok. Rip-ropra. Így is jóformán az összes profitot mindig a fölgyűjtsük, ami van. Ja. Magunknak semmit nem adunk, meg mindent veszünk. Ugye nekünk a reformból nem folyik ki, na hiába. Nem tudtuk megoldani, mert nem folyt ki. Vagy gépet veszünk, vagy gépet. Ugye apja megcsinálta már a földeket. Jól nem még már elvetni valahogy. Ebben már szaporán menne, hogyha... Minden jó menne. Jó. Itt látod, bedugult, hely. Nyomad csak itt lefele. Aztad. Ki esél? Ki. Na. Na, te is tudom. Ja, mi betegépünk most otthon van tele? Az is. Azt is ki kell szedjük belőle, kitakarítsuk. Tavaly is, mikor vetettem, akkor is dugult. Volt mikor, mire lejöttem egy csíkon, akkor 5-6, mindig kiszálltam, de most én nem tudom, hogy most valami nem megy. Egyáltalán nem akar menni. A szalmákat kilökjük belőle. Takarítottuk úgy teli volt ember, le kellett hajtani kézre, nem jöhet ki a makiában, minden. Hát most mit csinálok vele? Hát felnyitottuk az a sóbert, egy középül leengedtük, nem jött ki a fós. Bele volt a lyukba, bele volt rothadva a lyukba. Sok volt a lyukba az izéja, oda volt tojóva már a sok szer. Össze volt állva. Nem hall, nem hallok, nincs jelent. Közben tankolj megfele. Tabi, várjál, mert nem rá ki kettőre. Tedd fel kettesre. Mit kell még itt, várjál csak? És srácok, most megtankoljuk, azt majd, hogyha elkezdem vetni, akkor Dani majd jelentkezik kint, hogy ne, hogy mi a helyzet. Most nem csinál benti videót, hanem kint a lényeg. Én bent videózok majd eleget úgy is.
kidugott egy. Itt is egy. Lehet, hogy van a benne, nem vagy négy. Gondoltuk, hogy az kiveti, és akkor még azért hoztunk ennyi zsákkal, mert gondoltuk, hogy ennyi fog kelleni, de most abban a gépben benne maradt teli, úgyhogy kell hozzak ide ki még vagy 7-8 zsákkal biztos szerintem. Tudja. Egyekte a 20 árét. Körülbelül. Igen. Még van ezen kívül egy darab mára, amit el akarunk vetni. Az ab megyen kifele. Jó, mint látosátok itt szépen. Felemeltem a gépet, már most kerültem én le. Tani ment vele egyet, lássam én, hogy megy kifele, de megyen jó. Itt, hogy felemeltem. Jó, megyen. Nem is túl jó ez most itt ezen. Úgyhogy meglássuk majd, milyen lesz az ab. Ebben már kétszer újra vetve a repce. Másodjára se sikerült. Most bevessük megint zabbal, ebbe tavaly zabbal, zab után vetettünk repceit. Most megint zabot. Most megint zabot. Ez nem jött be nekünk itt már ez a vetés egyáltalán. Úgyhogy legalább a vetőgép az jól megyen, nem tojul. Betegetünk elfele, még van egy darab, amit el akarunk már vetni. Utána a hónapján a folyamán megpróbáljuk befogni még azokat, ami a repce szíleket, ahol még gyengék. Mert a... Meg srácok, lehet egy olyan videó, ott már nekünk túlra Lucerna. Hogy vagy kézzel, vagy kiírjunk valami muzsikát, vagy nem tudom még, hogy mivel, az lehet belemberen álljuk, kis traktorra meglássuk, hogy túlul majd bejárjuk. Egy eső előjött, az háthatja, ki kell. Az se kellett ki jó. Se a Lucerna nekünk tavaly. Pedig milyen jó megcsináltuk a felügyítembe, utána jártunk, annyit megganéztuk. Bele is volt így a 3 centire. De az érdekes, hogy ott nem látszik ide a képen, a bal oldali, innen nézzük a bal oldali csík a felügynek, olyan volt, mint az izei. Ennyi nyilván ki volt ki, száru szára. Hova lett, hova nem, semmi nincs benne. Az első géppalja megíz fel, semmi nincs. Mert tudom, amikor néztük még a... Hát mikor tettük? Az ősze. Az ősze, amikor néztük, olyan sorra volt a legszílén, az semmi nincs. Itt ez jobb oldal, ez a felétől errefele éppen semmi a felügynek a felettől arra. Van egy kis fotón, ki kell gyönyörülve, van egy kis fotón, nem. Lehet meg kellett hengerezni, ki tudja. Na mindegy, és most már ez a Lucerna se jött be nekünk tavaly, hogy elnézzük.
Se a repcének egy jó százaléka. Ott egy csomó jó fót, azok olyan gyönyörű, hogy tényleg. Jó is volt a kiló is, jó is jöttünk ki vele, kiló belement. Csak a Lucián nem jött be. Nem. Na, menjünk tovább mostan. Na úgy ennyi, még elvessük azt az egy darab zabot. Mára utána hónapban mi még vessük a többit, fogjuk, ami ma kimarad. De már arról nem lesz videó, még meglássuk. Esetleg, hogyha tudok venni majd vetőmag zabot, és mi majd vetünk vagy két darabot belőle, akkor arról még látni fogtok videót, de most ez itt véget ért. Itt van, hogy Csabivel élünk. Így van. Ja, úgyhogy majd jönünk a traktoros vlogokkal, meglátjuk még milyen vlogok lesznek most a közeljövőben, nem tudom. Mindig ami van nekünk és napközben, ami kiderül. De lesz videó elég, nyugodtak lehetek, mert lesz. Úgyhogy jó és rossz is minden jön. Elvünk már, fáradom, már estére van, úgyhogy lehetek jó, köszönjük a figyelmet. Csapatok a lájkot, iratkozzatok fel, ha nem vagytok. Cső! Szevasztok!